Vonzóbb közterület, megújult a Jubileum tér. Megkönnyítik a találkozást, érintésmentes pontot alakítottak ki az idősek védelméért. Emlékezés, csendes ünnepséget tartottak a megyében. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Új térburkolat, közösségi és piactér, zöld felületek, akadálymentes vizes blokk, teljesen megújult a Balaton széplaki Jubileum tér. A beruházás 250 millió forintból valósult meg. Az összeghez Siófok és a kormány is hozzájárult. Az ünnepélyes átadón elhangzott a fejlesztés, a helyiek és az ide látogató turisták érdekeit is szolgálja. Ez a projekt siófoki léptékkel mérve nagyon nagy projekt volt. Összességében 250 millió forintról beszélünk, ennyi pénznek az elköltéséről. 250 millió forintból újult meg a Jubileum tér Siófokon. A beruházáshoz a kormány és a település is hozzájárult. A felújítás időszerű volt, hiszen a város egyik legforgalmasabb része a Balaton széplaki kereszteződés, ahol számtalan turista fordul meg nyaranta. Az elavult közterület így még vonzóbb lehet a helyiek és az ide látogatók számára. A térburkolat ez nem volt ennyire kultúrált, inkább csak ilyen gyöngykavicsos szort, még talán a kommunista rendszerből itt maradt állapotokat tükrözött, de lényegében nagyon sokat változott a térnek a hangulata, abszolút európai, abszolút új, abszolút szép, és abszolút időszerű volt, hogy ez gyakorlatilag rehabilitálva legyen. A terület és település fejlesztési operatív programban elnyert összegből új térburkolatot, közösségi és piacteret, valamint új zöld felületeket alakítottak ki. Emellett akadálymentes vizes blokk is a látogatók rendelkezésére áll a jövőben. Siófok mintegy 2 milliárd forintot nyert az elmúlt években a topos pályázatokon. Ezt már Vicman Mihály, a térség országgyűlési képviselője mondta az ünnepélyes átadón. A politikus kiemelte, a város akkor képes a fejlődésre, ha a település vezetése hajlandó az együttműködésre. Siófok város egy sikeres város. Sokszor halljuk azt, hogy Siófok nem kap elég támogatást, sőt néhányan odáig mennek, hogy a kormány bünteti Siófokot, kifejezéssel élnek. Csak az előző ciklusban a Siófokra érkezett források összértéke meghaladja az 50 milliárd forintot. Sajnos, hogyha ezt az 50 milliárdot alaposan megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az önkormányzat által generált, életre hívott és megvalósított fejlesztések aránya egy kicsit, mintha elenyésző lenne. Ezért arra kérem a polgármester urat és kollégáit is, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az önkormányzat is minél több pályázatban tudjon a jövőben részt venni, hogy ilyen és ehhez hasonló beruházásokat legyen módunk átadni a célközönség számára, legyen szó itt élőkről vagy ide látogató vendégekről egyaránt. A topos forrásokból számos somogyi fejlesztést elvégeztek a közelmúltban a településeken. Ezek mind a kisvárosok, falvak megtartó erejéhez járulnak hozzá, és abban is segítenek, hogy az ott élők komfortos, modern környezetben éljenek. A korábbi ciklusban a Somogy megyei önkormányzat 52 milliárd forint fejlesztési forrást tudott a megyében felhasználni. Ezeknek a felhasználása jelentős többségében már megvalósult, ezeket a beruházásokat már többségében át tudtuk adni. Öröm, hogy itt Siófokon is a ciklus végére odaértünk, hogy egy újabb topos beruházás készülhetett el. A Jubileum tér megújulása vonzóbbá teheti a turisták számára a település részt, emellett a kialakított piacon helyi termékeket is árusíthatnak majd a termelők. A tervek szerint pedig a közeljövőben a térrel szomszédos Vécsei Károly utca burkolata is megújul, így javítva a település képet. Átadták az M76-os autóút első 6 kilométeres szakaszát, amely Zalaegerszeget köti össze az M7-es autópályával. A kormány azt szeretné elérni az ilyen beruházásokkal, hogy minden településről 30 percen belül elérhető legyen a gyorsforgalmi úthálózat. Ágostházi Szabolcs, Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár arról beszélt, az útprogramban összesen 3200 milliárd forintból épülnek gyorsforgalmi szakaszok Magyarországon. Ennek köszönhetően 2025-re 10-ből 9 magyar emberre lesz igaz, hogy 30 perces távolsággal lakik a gyorsforgalmi úthálózattól, fogalmazott az államtitkár.
2316 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, ezzel 61.563 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47, többségében idős, krónikus beteg, a halottak száma 1472 főre emelkedett. 2602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen. Érintésmentesen találkozhatnak a hozzá tartozók idős rokonaikkal a Zselic katolikus idősek otthonában. Az intézmény bejáratánál kialakított látogatási pont országos minta lehet. Erről beszélt Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Zselic kislakon jelenleg 100 idős embert gondoznak, a járvány miatt hónapok óta nem találkozhattak a rokonaikkal. Hát igen, de segítenek, látod, mindenki segít, hogyha aki ide szeretne jönni. Pista bácsi 3 éve az otthon lakója. Lánya, Mária, amikor tehette, jött és látogatta. A járványhelyzet óta azonban csak ritkán tudnak találkozni, ezért is örültek az intézmény újításának. Nagyszerű kezdeményezésnek tartjuk. Én azt gondolom, hogy minden hozzátartozó és minden lakó örül annak, hogy személyesen is lehet találkozni, mert azért ez mégiscsak más, mint egy akár telefonos, akár más módon történő kapcsolattartás. Az otthonban 100 idős ember éli a mindennapokat, napjait a 65 fős személyzet gondos ápolása mellett. A hozzátartozó nem lép be az intézmény területére, a lakó nem lép ki az intézmény területéről, és egy kétbejáratú konténert üzemeltünk be. Gyakorlatilag saját kivitelezéssel itt a karbantartó fiaink csinálták ezt így meg. Tehát kétbejáratú konténer, és középen ez hermetikusan el van választva. A hang az pedig elektromosan kerül át a másik oldalra. Példaértékűnek nevezte a kezdeményezést a szociális ügyekért felelős államtitkár. Fülöp Attila hozzátette, a kormányzat legfontosabb célja a második hullámban is az idős emberek védelme. Most a második hullám ezen időszakában azt tudjuk mondani, hogy 73 intézmény van az 1600-ból, ahol van fertőzés az intézményben, tehát ez azt jelenti, hogy az intézményeknek a 4,5%-a érintett valamilyen szinten a fertőzésben, azaz 100 intézményből 95-ben még most se tette be a lábát az intézménybe a vírus, nyilvánvalóan az ott dolgozók munkájának is köszönhetően, és azt gondolom, hogy ez a jövőben is nagyon fontos. A mostani időszakának, a vírus mostani időszakában ugye két dologra koncentrál a kormány. Az egyik az az, hogy az ország működőképességét, a gazdaság működőképességét meg tudja őrizni. A Zselic kislaki idős otthonban havonta egyszer előre bejelentett időpontban van lehetőség a hozzátartozóknak és idős családtagjuknak a személyes találkozásra. A 25 év alattiak munkához jutását segíti az alacsony iskolai végzettségű fiatal álláskeresők támogatása. Ezt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára mondta. Perlusz László kiemelte, ebben a korosztályban a teljes Európai Unió tekintve is háromszoros a munkanélküliség. A főtitkár várakozásai szerint leginkább a feldolgozóiparban, esetleg az építőiparban tudnak elhelyezkedni az alulképzett fiatalok a több mint 12 milliárd forintból indult program segítségével. Jövőre is maradnak a szép kártya kedvező szabályai, erről döntött a kormány. Az idei évre meghozott kedvezményes szép kártya szabályokat az eredetileg tervezett december 31-i határidő helyett 2021. június 30-áig meghosszabbítják. Eddig a dátumig a megemelt keretösszegeket tölthetik fel a cégek munkavállalóik szép kártyáira. A szálláshely alszámlára így továbbra is 400 ezer, a vendéglátás alszámlára 265 ezer, a szabadidő alszámlára pedig 135 ezer forint tölthető fel. Ez éves szinten 800 ezer forintot jelent a versenyszférában, míg a közszférában 400 ezer forint ez a felső határ, írja honlapján a Magyar Turisztikai Ügynökség. Egy ország lázadt fel a kommunista hatalom és a szovjet megszállás ellen 1956. októberében. Az eseményekből Somogy megye sem maradt ki. Balatonfenyvesen is, ahogy több településen, szervezkedtek a helyiek és megalakult a munkástanács. November 4-én azonban megérkeztek a szovjet csapatok, és leverték a forradalmat és szabadságharcot.
Az október 23-ai és az azt követő történésekre emlékeztek megyeszerte. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kaposvári és somogyi hőseinek emlékére helyeztek el koszorúkat Kaposváron a Hősök templománál. Balaton fenyvesen fáklyák gyúltak, felnőttek, gyerekek együtt emlékeztek a 64 évvel ezelőtti országos és helyi történésekre. Azt gondolom, hogy a gyerekeinknek meg kell ismernie a történelmünket, és ez egy fontos része a történelmünknek, úgyhogy ezt az eseményt sem szerettem volna kihagyni, annak ellenére, hogy most sokkal jobban kell vigyáznunk. Tartjuk a távolságot a többi fáklyás felvonulótól, és természetesen maszkot viselünk. Amióta lehet, megemlékeznek az 1956-os eseményekről, mondta Lombár Gábor, balatonfenyves polgármestere, aki felidézte azokat az időket, amikor nem volt szabad a forradalomról beszélni. Vannak emlékeim, hogy a régi időszakban, amikor én még kisgyerek vagy általános iskolás voltam, akkor csak úgy félve és suttogva beszéltek még otthon is az emberek ezekről a történésekről, amiket megéltek. Hisz édesapám elmesélte, hogy a ház előtti buxusbokorból több mint 50 tankot számolt meg, mert akkor a csörgéssel, zörgéssel érkeztek. Tehát én azt gondolom, hogy most hogy lehet, ez nem csak lehetőségünk, hanem kötelezettségünk is, hogy évről évre megemlékezzünk és adozzunk tisztelettel a hősöknek és 56 szellemének. Az emlékezők a Balatonfenyvesi községházától indultak fáklyáikkal a Kisvasút állomásához. 64 évvel ezelőtt ugyanis itt alakult meg a helyi munkástanács. Lombár Gábor polgármester ünnepi beszédében felidézte, hogy a magyar eseményeket külföldi történések előzték meg. A kommunista vezetés álmokfutása olyan elkeseredettsége szült, olyan elégedetlensége szélesedett, meg valamikor valahol ki kellett törnie a föld alatt szunnyadó tűzszárnyalózásait. Ehhez járult hozzá, hogy nyáron júliusban a lengyelországi Poznanban felkelés tört ki, melyet még azon a napon a hadsereg bevetésével levertek. A magyar forradalmat és szabadságharcot a november 4-én érkező szovjet csapatok verték le, ezt követően pedig megkezdődött a megtorlás. Mint a Balatonfenyvesen megemlékező Kövesdi Attila mesélte, édesapjára és nagybátyjára is ez várt. Édesapám egy végtelenül szerény ember, nagyon keveset tudok erről. Inkább úgy, hogy az édesanyám mesélt dolgokat róla. Ők gyakorlatilag azért kerültek börtönbe, mert ugye fegyvereket szereztek a forradalomnak, és fegyverejtegetésért, amit meg is találtak, és ez miatt 8 év börtönbüntetést kaptak. Abból 5 évet ültek börtönbe. A forradalom és szabadságharc országos és helyi hőseinek emléke előtt tisztelegbe helyeztek el koszorúkat a balatonfenyvesiek a Kisvasút állomásánál, az 56-os emléktáblánál. Vonzóbb közterület, megújult a Jubileum tér. Megkönnyítik a találkozást, érintésmentes pontot alakítottak ki az idősek védelméért. Emlékezés, csendes ünnepséget tartottak a megyében. A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. Holnap is marad a változékony idő, de hamarosan mutatjuk a részletes időjárás jelentést. Én köszönöm a figyelmet, találkozunk holnap este 7 órakor itt a Híradóban. Viszontlátásra!